Köszöntöm a Trió TV nézőit, a Büki híreket látják mai műsorunk tartalmából. Beruházásokban és fejlesztésekben is mozgalmas év volt a 2021 Bükön, önkormányzati évértékelőt láthatnak és hallhatnak. Idén jubilál a Büki gyógyfürdő, 60 éve nyílt meg Bükk ikonikus létesítménye. Kós Melinda vezérigazgatóval beszélgettünk az elmúlt és az előttünk álló évről. 16 csapat mérkőzött meg a Büki sportcsarnokban az országos teremlabdarúgó tornán. Kedves nézőink, ez a mai kínálatunk, tartsanak velünk! A pandémia, a korlátozások és az önkormányzatok bevétel kiesése ellenére mozgalmas évet zárt a Büki önkormányzat, ami a pályázatokat és a beruházásokat illeti. Stúdió beszélgetésen összegezte dr. Németh Sándor polgármester és Molnár Zoltán pályázati referens az elmúlt év önkormányzati történéseit. Ugye nehéz évek állnak mögöttünk, és szerintem nehéz év előtt állunk, hiszen a járványhelyzet alapvetően meghatározza minden településnek, országnak és a világnak a sorsát, fejlődését, de pont ebben az időszakban nagyon sok pályázati lehetőségünk van. Egyrészt most értek be azok a pályázati konstrukciók, amelyekre korábban nyújtottuk be pályázatot, és van egy csomó előkészítés alatt, hiszen az új költségvetési ciklus az Unióban, az most az idei esztendővel kezdődött el 2021 és 27 között, és ezért egyszerre most ezek így összeértek, tehát a korábbiaknak a megvalósítása és az új időszakra való felkészülés egyszerre jellemző, tehát a terv megvalósítás és a tervkészítés egyszerre van jelen a városunkban, lényegében minden részén és minden ágazatában. Azért nagyságrendekről is beszéljünk, mert hogy ilyen szempontból is gondolom rengeteg féle lehetőséggel tud élni az önkormányzat. Gondolok itt arra, hogy amikor a közmeghallgatáson is összefoglalta a pályázati sikereket, eredményeket, lehetőségeket, akkor ott azért voltak, gondolok itt Magyar Falu programra, tehát kisebb pályázati eredmények, ahol szintén ugye sikeres volt az önkormányzat, meg hát vannak szinte félelmetesen nagy pályázatok is, itt nyilván elsősorban a fürdőfőtérre gondolok. Ez kettő között pedig aztán rengetegféle lehetőség és összeg. Szóval milyen összegekről beszélünk? Hát ha azt nézzük, hogy a Bükkváros önkormányzatának a költségvetése az idei esztendőben megközelíti az 5 milliárd forintot, ugye 4,9 milliárd forint várható, akkor a Bükkfürdő főtérfejlesztés vagy gyógyhelyfejlesztési pályázat, ami a gazdaságfejlesztés és innovációs operatív program keretén belül valósul meg, az 2,4 milliárd forint önmagában, és maga az építésre 100%-os támogatást nyertünk. Ugye a korábban megnyert 1 milliárd forintot a kormány kiegészítette, hiszen több éve húzódik a beruházás. Ez önmagában, ugye úgy könnyű kiszámolni, csak nem fele. De vannak még olyan beruházásaink, illetve a közelmúltban lezárultak olyan beruházásaink, amelyek hasonló volumenűek, nagyságrendileg több 100 millió forint, mondjuk az iparterületnek a fejlesztése, amely egy ilyen volumenű. De mondhatnám, mi csak úgy hívtuk, hogy kisginopok, hát a nagyhoz képest kicsik, mert a kettő együtt összesen 600 millió forint támogatást jelentett, ebben benne volt a Szent Kelemen templom parkjának a felújítása, átépítése tulajdonképpen, és a kerékpárút hálózatunknak a felújítása is. És hát több 100 millió forint, több mint 300 millió forint jutott Bükkre például a szennyvíztisztító telep bővítésekor, amelynek keretén belül négy másik település, Acsád, Meszlem, Asszilvágy és Vád csatlakozott. Oda ment el a többi része, hiszen ott ki kellett építeni a gerincet, illetve a bekötéseket, valamint hát nyilván a vezetéket a Büki szennyvíztisztítóig, tehát az volt a nagyobb falat, de jelentős összeg jött ide, és tulajdonképpen a várost gyarapítja. Akkor kezdjük a legnagyobbtól, Zoli, hozzád fordulok. Hol tartunk ebben a bizonyos fürdőfőtérben? Hát, jelen pillanatban a kivitelezési szakaszban vagyunk.
úgymond az építkezésünkkel kezdődött. Például mai napon is egyeztettünk a látogatóközpont belsejével, annak még nincsenek kiforlott tervei. Egy kreatív tervezőcsapatot bíztunk meg éppen a napokban azzal, hogy ezt a látogatóközpontot egy interaktív, több generációt kiszolgáló fejlesztési turizmus által használt épületegységé alakítsuk ki. Erre a megbízást még adjuk, ezt valószínű, hogy egy közbeszerzési eljárás fogja követni, illetve magát a térnek a látogatóközpontnak a kialakítása az rohamléptékkel folyik. Egyre jobban körvonalazódik, hogy mit szeretnénk ebből a térből kialakítani. Vendéglátóegységgel, látogatóközponttal, a látogatóközpont helyet fog kapni egy vendéglátóegység is, amit terveink szerint egy olyan hiányosságot szüntetné meg a fürdő főterén, ami ilyen szolgáltatás még nem elérhető, ez legyen cukrászda, vagy éppen egy bármilyen kulináris élvezeteket kiszolgáló vendéglátóegység. Ennek a terve még mindig, ez is teljesen kiforratlan. Ahogy megyünk előre az időbe, folytatunk egyeztetéseket a turizmus több szereplőjével is. A kivitelezés során a kollégák hetente tartanak kooperációt, tehát hetente egyeztetünk a kivitelezővel. Most azt látjuk, hogy a beadott ütemterv szerint teljes mértékben kompatibilis, tehát sem csúszás, sem előrehaladás, tehát plusz idő nincs, korábbi megvalósulás nincs, tehát teljesen időben vagyunk. Folytathatjuk is a tervekkel, mert hogy mi az, ami még kilátásban van a kerékpárút hálózat befejezésén kívül? Hát a kerékpárút hálózat fejlesztésén kívül ugye nagyjából azt lehet látni, hogy a pályázati periódusban, ami előttünk áll, vagy aminek az elején vagyunk, hogy körülbelül a tématerületek azok ugyanazok lesznek, mint az előzőekben. Tehát nagyjából az előző pályázati időszakban a megvalósításnak a folyamata az tulajdonképpen kialakult, hasonló tematikával kell készülnünk. Tehát lényegében azt próbáljuk itt követni, a bicikliút erre jó példa, a bicikliút hálózat fejlesztése, hogy nem a projektekhez próbáljuk az elképzeléseinket igazítani, hanem kialakítunk egy koncepciót, amit előbb a Zoli fölvázolt, az tulajdonképpen 7-8 évvel ezelőtt tervező asztalon, úttervezővel, főépítéssel, önkormányzati hivatal, műszaki dolgozóival egyáltalán itt közöttünk megvalósult kérlet elképzelés volt, ami néha kívülről ilyen tulajdonképpen adhok eseti jelleggel történt, vagy néha egészen furcsa, de a végén összeállt egy hálózattal, és még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogyha valaki visszagondol ezekre a látszólag össze-vissza helyszíneken történt beruházásra, nem kellett soha közművek miatt tudjuk föltörni az utat, hanem mindig megvolt a sorrend, és így ez igazolja, hogy ez helyes volt. A teljes stúdióbeszélgetést közéleti magazinunk után láthatják itt a Trió TV Dunántúl csatornáján, de megtalálják a www.triotvdunantul.hu oldalon is. Mozgalmas és nehéz. Ez a két szó jellemzi leginkább az elmúlt évet a Büki Gyógyfürdő ZRT-nél. A koronavírus járvány miatti korlátozások nem is tették lehetővé az egész éves nyitvatartást, de még ennek ellenére is összességében pozitív érzésekkel zárult 2021 a fürdőben. Mindenki bízik abban, hogy 2022 jobb év lesz, hiszen idén ünnepli Bükk ikonikus létesítménye fennállásának 60. évfordulóját. Igen, valóban egy borzasztóan mozgalmas és nagyon nehéz éven vagyunk túl. Ugye én csak néhány hónappal ezelőtt csatlakoztam a csapathoz, de azzal együtt is éreztem ennek minden nehézségét. És így látva évvégén, évelején a számokat, és összegezve egy kicsit az elmúlt év tapasztalatait, úgy gondolom, hogy óriásinek köszönettel tartozunk leginkább a kollégáknak, hogy ezt a borzasztó nehéz évet végig csinálták, és maximálisan számíthattunk a kollégák támogatására minden területen. És hát nyilván a tulajdonosnak is úgy szintén nagyon nagy köszönettel tartozunk, hiszen ebben a nehéz időszakban a tulajdonosi támogatás nélkül nem igazán ment volna, tehát szükségünk volt rá. Két fő tulajdonosa van ugye az ERT-nek, egyrészt Bükkváros önkormányzata, másrészt pedig a Magyar Állam, illetve a Magyar Államnak a képviselője. Magyar Turisztikai Ügynökség, így van. Most a Turisztikai Ügynökség. Melinda,
Szeptember 1-én érkeztél ide. Mik voltak akkor a tapasztalataid, és mik most a tapasztalataid? Igen, ugye kétségtelen egy nehéz év volt, hiszen már úgy indultunk, hogy üzemszünet, hiszen ugye tavaly november 11-től a fürdő zárva volt, egészen idei év május elejéig. Ugye nyilván ez azért nagyon ismert, hogy ami mind a mellett, hogy a Covid is okozott egy borzasztó nagy feladatot és kihívást a mindennapi életünkben, itt még annyiba hozzájött, és még egy fokkal nehezebb volt talán, hogy egy új üzletágat is elindított a fürdő, ugye átvette a vendéglátásnak az üzemeltetését. Most, hogyha vendégforgalmat nézünk, a május 1-én nyithattunk ki. A május-június az érvényben lévő korlátozások miatt borzasztóan nehezen indult, majd júliustól, amikor már a védettségi igazolvány nélkül is lehetett látogatni, ott azért észlelhető volt egy jelentős vendégszámnövekedés, és július-augusztushoz mondjuk azt, hogy jól sikerült a lehetőségeinkhez és a körülményeinkhez képest. Viszont mindazzal együtt, ugye, hogy ez az új üzletág bekerült és elindult, nyilván meg kellett ezzel küzdeni, kellett, hogy alkalmazkodjunk a helyzethez, és kialakítsuk azokat a folyamatokat, azokat a sémákat, ami aztán egy gördülékeny vendégkiszolgálást eredményezhetett. Döcögősen indult az eleje, de úgy gondolom, hogy a nyár végére már nagyjából beálltak a folyamatok, és a vendégvisszajelzések is azt igazolták, hogy akkor már tényleg több volt a pozitívum szerencsére, mint mondjuk a negatív tapasztalat. Ehhez kapcsolódik, hogy a fürdő ugye saját üzemeltetésben végzi az összes vendéglátóipari tevékenységet itt, de bővült is a vendéglátóipari tevékenységek, üzletek köre, leginkább az össze. Így van, tehát tulajdonképpen szeptemberben nyitottuk meg a kis kávézónkat, a Siesta kávézót, ez a fürdőépületén belül található. Aztán októberben az őszi szünet előtt közvetlenül nyitott a menüpont éttermünk, és november közepén pedig a Lipóti Pékség, ami kifelé befelé értékesít. Vannak még tervek, de ne rohanjunk ennyire előre. Maradva a vendéglátásnál, megérte? Én úgy gondolom, hogy ha egy szóval kell válaszolni, egyértelműen igen. Most tényleg így év végén, év elején az ember kicsit mérlegel, nézzük a számokat, adatokat, és nagyon meglepő volt látni, kvázi fehéren-feketén, hogy ugye mihez viszonyítunk. Nyilván egy olyan évhez kell, hogy viszonyítsunk, ami egy teljes év volt, mert a 20-as is sajnos egy csonka év volt, ugye ott is kétszer is volt üzemszünet a vírus helyzet miatt. Tehát egy 2019-es bázis évhez viszonyítva néztem meg a számokat, és vendégszám tekintetében azt látjuk, hogy most idén, májustól decemberig, ugye a nyitvatartás ideje alatt 338 ezer vendégünk volt, szembe a 2019-es 740 ezer vendéggel. Ami azért egy drasztikus visszaesés, tehát ez a 2019-es évnek a 45%-át tudtuk vendégszámba hozni. És akkor emellé állítunk egy árbevételt, egy nettó árbevételt, akkor viszont azt látjuk, hogy most jelenleg több mint 1,8 milliárdos árbevételt realizáltunk ez alatt a 7 hónapos nyitvatartás alatt, ami viszont 80%-a, több mint 80%-a a 2019-es egész évnek. Tehát, és akkor persze felmerül, ugye, hogy akkor mi okozta ezt a rendkívül nagy bevétel növekedést, és hát a legnagyobb mértékben a vendéglátás járult hozzá. Nyilván volt némi árkorrekció, áremelés itt ebbe az időszakban, új szolgáltatások jöttek be, de alapvetően a vendéglátás hozott egy olyan plusz növekményt, ami a jelen helyzetben, tehát tényleg egy ilyen vírussal nehezített terepen borzasztó nagy segítség volt, és az, hogy az árbevételünk az ez alatt a tört év alatt is 1,8 milliárd tudott lenni, ez a vendéglátásnak köszönhető, és ez nagyon sok mindenben segítette a munkánkat és a túlélést. Tavaly elmaradt, idén azonban folytatni tudták a hagyományt, harmadik alkalommal szervezték meg a Büki sportcsarnokban a Tutto Bene Scarpe országos teremlabdarúgó tornát. 16 csapat lépett két nap alatt a pályára, hogy megméressék magukat. A torna jó hangulatban telt, külön öröm volt a játékosoknak, hogy újra Bükkön találkozhattak.
Hagyományosan ez a torna indítja minden évben a büki sportesemények sorát, és évről évre izgalmas, parázs hangulatú, színvonalas meccseket láthatnak a szurkolók. Így volt ez idén is. Nem volt könnyű a szervezés, de idén mindenképpen megszerették volna tartani a harmadik Tutto Bene Scarpe országos teremlabdarúgó tornát. Sikerült is, 16 csapat részvételével két napon át rúgták a labdát a játékosok a sportcsarnokban. Keszthelyről, Győrből, Tapolcáról és Ajkáról is érkeztek csapatok. Hát igazából az idei évet mindenképpen meg szerettük volna tartani, mert a tavalyi évben ugye elmaradt a vírushelyzet miatt. Idén is nagyon nehéz volt megszervezni, sokkal nehezebb, hiszen már decemberben kész szokott lenni a sorsolás, az egész menetrend. Viszont ez a vírushelyzet rányomta bélyegét az egészre, és nem szervezés szempontjából főképp, hanem az emberek is zárkozottabbak lettek, és nem is az, hogy nem bíztak abban, hogy meg lesz tartva a rendezvény, hanem nem tudták, hogy alakul a további programjuk, mondjuk a profiknak már kezdődött a felkészülés, akik futszalosok, ők mondjuk hétfőn játszanak, ezért is nem tudott eljönni sok futszalos csapat, vagy akik futszaloznak, és hát itt 16 csapat nevezett a tornára, végig kontaktba álltam 20-25 csapattal, de 16 lett a vége. És az utolsó pillanatban is változott még, hiszen a rekordgyőztes Bunstift sem tudott eljönni, mert voltak náluk betegek, és jobbnak láttuk közös megbeszélés alapján, hogy egy másik csapaton elhelyettük. Viszont ez a 16 csapat, ez nagyon erős mezőnyt alkot, úgy gondolom, és igazából az országnak nem minden tájáról jöttek, talán a legtávolabbi csapat, nem is legtávolabbi, egy balatonfüredi csapat, akinek vagy tőlük 6 játékos, ők Tirolban élnek, ők onnan érkeztek. Azon kívül jött csapat Keszthelyről, Győrből, kettő Tapolcáról, Ajkáról is. Ajkáról először volt csapatunk, ugye volt két helyi csapat is, tehát azért elég erős mezőny jött össze. Kovács Zoltán nem csak mint főszervező vett részt az eseményen, hanem mint a büki csapat, a Tutto Bene Scarpe Blackjack FC oszlopos tagja is pályára lépett. Idei év ilyen szempontból is nehéz volt, mert nem nagyon tudtunk összejönni focizni. Igazából az egész keret nálunk nem is focizott együtt az idei télen. A másik helyi csapat, ők szoktak itt helyileg terembe járni, készülni, de igazából ennyi, tehát nem volt rá lehetőség. Bejutottatok az elődöntőkbe, mi a cél, meddig szeretnétek eljutni? Hát nyilván a cél az mindig a végső győzelem, de meglátjuk, mert a Vektorba új Investa játszik az elődöntőt. Ők egy új csapat, de ha jól tudom, még nem szenvedtek vereséget a tornán. Jó, egyébként mi se, de nyilván nem is az, hogy egy előrehozott döntő, mert a másik elődöntő, a Csőlavina és a fociszak is egy nagyon jó párharc, de azt gondolom, hogy egy kiegyenlített meccs lesz. Az elődöntőket a Csőlavina, a fociszak Martinikár autókereskedés, a Vektorbau Invest és a Tutto Bene Scarpe Blackjack FC csapatok játszották. A Csőlavina és a fociszak párharcából végül az előbbi került kinyertesként. Baráti társaságként járnak össze focizni, de szívesen megmérettetik magukat tornákon is. A cél, hogy minél jobb eredményt érjenek el, de fő a jó hangulat és a társaság. Mi egy baráti társaság vagyunk, és nagyon sokszor el szoktunk menni tornákra, hogy jobban összeérjen a csapatunk, és ugye azért jöttünk el ide, hogy megpróbáljuk nyerni ezt az egészet, és úgy néz ki, hogy hál' Isten a sors visszaadta, hogy teszünk érte, és döntőt tudunk játszani. Voltatok már itt Bükkön? Persze, 2 éve is voltunk, itt 4-ek lettünk, sajnos a döntőben nem tudtunk bejutni, de szerintem az a 4. hely is nagyon szép a csapattól. Hogyan készültetek erre a mai mérkőzésre? Tudtatok edzeni? Hát igazából nálunk edzés nincsen, tehát még egyszer mondom, nagyon régi jó barátok vagyunk és összeszoktunk, tehát mi a teremtornákkal készülünk fel igazából a következő teremtornára is. Habár a Csőlavinának sikerült döntőbe jutni, a végső győzelmet a torna egyik új résztvevő csapata, a tapolcai Vektorbau Invest érte el. Végig veretlenül meneteltek előre a torna során, a végén a Csőlavina ellen léptek pályára, 3 góllal vitték a meccset. Először jöttünk Bükre, tapolcai támogatónk van Sós Attila, és egy baráti társaság Zömébe, Zala megyében játszunk Teskándon megye első osztályba. Én úgy gondolom, hogy amióta 2 évvel alakult a csapatunk, azóta jó eredményeket értünk el. Megpróbáltunk magunkat ezen a vívós tornán, és ezek szerint azért jók vagyunk, hogy a 4-be itt vagyunk. Aztán majd megpróbáljuk jövőre is, most meg innentől. Én úgy gondolom, hogy minden perc ajándék. És hogyan készültetek? A Covid nem szabott gátat az edzéseknek? Csapaton belül, ahol focizunk Teskándon, ott egy forduló elmaradt, mert többen koronások lettek, de úgy összességében most a téli szezonban azért együtt tudtunk lenni, úgyhogy hál' Istennek nem.
A torna végén az örök ranglista első a Tutto Bene Scarpe Blackjack FC csapata lett. A döntő játékosának Bergel Dávidot, a Vektor Bau Invest kapusát választották. A torna góljáért járó díjat Püspök Péter, a Csőlavina játékosa kapta. A legjobb mezőny játékosnak járó címet Simmer Zoltán, a Tutto Bene Scarpe játékosa szerezte meg. A legjobb kapus Fapsic András, a Fociszak FC Martini Kár kapusa lett. A gólkirálynak járó érmet pedig Nagy Martin, a Vektor Bau Invest játékosa kaphatta meg. Kedves nézőink, a Büki híreket látták. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Műsorainkat megnézhetik interneten a www.triotvdunantúl.hu oldalon, és megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunantúl címen. Viszontlátásra!